Nagyon napot kívánom mindenki, elérkezett a GTA San Andreas VI-es a következő rész, amit rögtön egy nagyon-nagyon rossz érrel kezdenem. Egyrészt egy kicsit lejjebb ezt a hangot. Így, kettő mellett veszük lejjebb. Tehát az sajnos nagyon-nagyon rossz ír, hogy kimaradt videóban Caesarnek a küldetése, és lehet, hogy az is, hogy föltuningoltam egy szultán autót. Az okok, gyerekek, én fölvettem ezt a videót, fölvettem, anyátokat már menjetek el innét. Ugye akartam fölvenni más videót, föl is vettem FIFA World-öt, meg Openinget. És akkor nem vettem észre, hogy véletlenül letöröltem bizony ezt a felvételt, tehát lomtárba sem volt már sehol. Úgyhogy nagyon sajnálom, gyerekek, kimaradtak Caesarnek a küldetését, csak az elsőt láthattátok, de igazából tényleg nagyon sajnálom. Annyi, hogyha valaki nem tudná, akkor elmennem, hogy kellett mennünk most egyet. Kellett mennünk. Egy autót loptunk, ugye Caesarrel, utána meg kellett a dokokból, ládákból ellopni az autókat szintén, és végül pedig szintén egy autót kellett ellopnunk, csak akkor ki kellett, defektet kellett neki okoznunk, tehát ilyen szögöket kellett eldobálnunk, meg ilyesmi. Tehát sajnálom, hogy kimaradt ez a küldetés, több hibát most már tényleg nem szeretnék vétni a GTA San Andreas VI játszásban. Hát igen. Ez van, srácok, nagyon sajnálom, mert próbáltam, ugye már két mentésem van gyorsan elvinni odaig, tehát még olyan szinten el voltam maradva, hogy ott tartottunk kb. Ott tartok benne, hogy megyünk San Fierroba. És nem fog minden küldetés megcsinálni, hogy három küldetésről nem maradjatok le. Úgyhogy sajnálom, gyerekek, de ez van. Ezt kell sajnos szeretni. Több küldetés most már nem fog kimaradni, és hát ugye Caesarnek ezek a küldetései nem is voltak fő küldetések, úgyhogy nincs is szerintem olyan nagy gond belőle, inkább azt sajnálom, hogy mostában nem nagyon készítettem videót. Ennek az az oka, hogy főleg meg voltam eléggé fázva, mondjuk én most is meg vagyok fázva, úgyhogy elnézést kérek érte. Mennyi pénzt gyűlt össze? 300 valamennyi. 330, ha jól láttam. Fú, gyerekek, nagyon furcsák ezek az alapautók. Most ugye MT-en játszok egy jó kis szerverem. RP-s szerverem. Tehát már eléggé föl van minden autó modolva. Úgyhogy furcsa most ezeket látni. Ja, és egyébként ó, de illetlen vagyok. Kellemes ünnepeket természetesen minden kedves nézőnek. Ezt elfelejtettem mondani. Hiszen karácsony napján szent este veszem fel ezt a videót. Igaz, hogy még nincsen este, hál' Isten. De még ez 24-én szent este még látni fogjátok ezt a videót. Mármint aki még ma megnézi, mert elnézést kérek, tényleg körülbelül minden. Tehát igyekszem én ma föltölteni, és van még egy érdekes dolog. Versenyfutás az idővel, meg lesz a 2014-ben még a 200 feliratkozó, hiszen hihetetlen, hogy mostanság eléggé, hoppa. Mi van, fiam? Ez gyorsan megöljük. Tehát hihetetlen módon úgymond szaporodnak a feliratkozók, nagyon sokan vagytok most már, azt hiszem 187-en, talán nem tudom pontosan. És még egy hét van ugye hátra 2014-ből, most a napi szinten így két feliratkozó vagy három is meg szok lenni. Úgyhogy kíváncsi ezek nagyon. Nagyon örülnék természetesen, hogyha meg lenne idén, hiszen 2015-ben keményen fogok dolgozni, videók ügyileg ezt garantálhatom. Most pedig már menni kéne egy küldetésre. Karácsonyi különkiadás. Karácsonyi különkiadás várható lesz. Várható lesz. Azt mondom, holnap 25-én veszem fel, és valószínűleg 26-án töltöm majd föl. Egyébként remélem azért benne volt. Láttatok videóban, hogy ez a kérdőjeles úriember telefonált nekünk. Nem tudjuk, hogy ki lehetett az, mert el volt torzítva rendesen a hangja. Tehát tervezek egy különkiadást. Megmondom őszintén. Több játék lesz majd abban a videóban, egybe lesz vágva természetesen. Úgyhogy, ja. Jó lesz szerintem. Kinéztem már egy-két játékot. Hoppa, közben ezt megint elütöm.
elnézést megint a kölgésért, de egyébként még azon gondolkoztam, hogy mit szólnátok, hogyha esetleg live-ra próbálnám megoldani, action-nel live-oznék ezúttal. Ez az új videó felvevő program, amivel videózok. Igaz, hogy a GTA-nál maradok inkább a jó öreg Fraps-nél. Jó, az itt nekünk, és FIFA World-ben fogom majd action-nel rögzíteni dolgokat majd egy-két játékban. De Fraps az, amit én megszoktam és szeretek. Szeretem természetesen az action-t is, mert nagyon jó kis felvevő program. De GTA videók ettől függetlenül maradnak a Fraps-nél, tehát GTA videóknál változás nem lesz. Csak ide érkeztünk ez a kérdőjel, most egy hirtelen nem is tudom, hogy ki lehet az. Ó, Torino autója. Hát akkor valószínű, hogy ő az, aki adja nekünk ezt a küldetést. Mentünk még egyet, mert eléggé zavar ez az időjárás. És ő mindig ilyen, hihetetlen. Oké, tökéletes kora este van. Így, és akkor nézzük. Nézzük szépen. Monster verseny. Az igen, miről beszélünk? Hú, de fehér vagy, öcskös. Kedvesem! Úgy látszik, egy meleggel van dolgunk. Puding, az igen. Dühös gyűlölet. Na. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got GPS in the cab? Get to eat. Jobb időt kell futnom, mint 6:30. De elnézésedekért a kölgésekért, csak hát meg vagy fázva továbbra is, úgy érzem. Tehát most már tényleg úgy voltam vele, hogy muszáj videót készítenem, mert nem anyagolom, én a nézőimnek nem olyan vagyok. Főleg, hogy most egyre többen vagytok, itt van igény szerintem a videókra is. Ja, és persze még egy dolog. Egy nagyon fontos dolog, amiről majd külön videót is fogok készíteni. Hát ez egy ilyen kérdezősdi dolog lesz. Bizonyos játékról fog föltenni egy kérdés, hogy szeretnénk a belőle sorozatot. Itt most sem mondanám már, hogy melyik játék az. Most már átmegyünk Las Venturasba amúgy. Félig, meddig szerintem most áttérünk Las Venturasba. Ó! Oh! Ajjaj, belementem véletlenül a rendőrbe. Nézzük, sikerül a monsterral fölmászunk. Nézzük, szerintem könnyedén össze fog ez jönni. Gia! Kérózom, mi szól? Fölvesz a kettesre, mert túl sok minden nem hallani. Jó, hát ez elég hulladék! Mission failed, jaj! A jó édes. Pont. Lássuk újra a küldetést. Na, kékben kaptuk meg, így jól néz ki. M4-gyel kézben, szépen beugrunk. Radio X nem jó zene, szóval Los Santos Radio. Ez is elég gyenge, SF úr. Semmi jó, Bounce FM. Hihetetlen, hogy minden órá a rádióbeszélgetés van. KDSD, I'm fucking love you. De nem mindig, mert nem hallgatja ezt a zenét, mert elég copyrightos dolog. Úgyhogy nem. Saját zenén gondolkoztam, hogy olyan zenéket tenném be, ami a YouTube nem ismerne föl. Az ugye egész jóféle lenne, de most így mit hallgathatnám? Nem találom egyszerűen mostanság jó zenét. És így karácsonyi hangulatban vagyok, nem nagyon, nem tudom, mert te hogy vagy tovább, most nincs nagyon hangulatom ezekhez a zenékhez. Ami Last Christmas vagy valami, és fölborulunk mi? Hát ezt nem hiszem, mert kétszer zsinórban ugyanitt beleesek a vízbe, akkor én idegbajt kapok, jó. Ja, viszont sietni kéne, mert milyen időnél kell jobbat futni? Nem tudom már így pontosan, de most belehúzunk. Csak nem egy 30-nál, esélytelen lenne, hogy beérjek. Na jó, annyit megsokatok egyébként a külön kiadásra kapcsolatban, hogy lesz. Bizony, tervezem, hogy mindenképpen
olyan egy-másfél óra, egy órás, másfél órásra tervezem a sorozatot, és főleg az a sorozatot, a videót, elnézést, és annyit szánni biztosra, hogy az MTA szerver, ami jelenleg fönn vagyok, játszok rajta aktívan, tegnap kezdtem, 23-án, tehát azt mindenképpen szeretném benne, ez természetesen úgy lenne jobb, hogyha nem csak egyedül lennék, de most egyedül leszek. És akkor még két vagy egy vagy két játék biztosan lesz még mellette. Még azon gondolkodok, esetleg FIFA World Pack Openingről lehet szó. Szerintem az lesz. Kis pénzt még össze kell gyűjtenem rá, igaz? Ó, és persze még az, hogyha meg lenne 200 feliratkozó, természetesen arra is készülnék egy külön kiadással. Hú, hihetetlen jó lenne, hogyha 2014-ben elérnénk. Ha nem érjük el, akkor sem leszek csalódott, hiszen hihetetlen sokan vagytok így is feliratkozva rám. És 10 000 össz megtekintés is most már egy ideje átléptük. Nagyon szép számok ezek már, köszönöm szépen. Tehát most videóban is megemlítettem, nem csak így leírásban. Hihetetlen jó érzés, tehát tényleg régebben én már videóztam ugye. Szerintem néhány ismeritek a régi csatornán, senkinek nem ajánlom, hogy nézze a videókat, mert elég gyatrák lettek azok még. Tehát már ott még mennyi időt, másfél évet talán videóztam, és 90 valahány feliratkozom, ha meglett. Ott ugye azért nem folytattam dolgokat, több volt az összmegtekintésem, mint itt, igaz, mert többet is videóztam, itt csak ugye néhány hónapja videózok. Több volt az összmegtekintésem, csak elfelejtettem a jelszavamat, de hát mindegy is, ez a csatorna sokkal jobb lett szerintem, mint az előző. 2015-ben új profil, új képünk lesz itt a YouTube csatornán, új képen, és új borítóképen. Ez még nem tudom miért olyan nagy szám, hogy most így emlegetem. Akkor ugye PS3 dolog holnap után lesz meg a PS3-on, azaz 26-án 2015-ben, tehát PS3 videók is várhatóak lesznek, ha még nem sikerülne összehozni a Zaber médiás dolgokat, akkor is meg fogom oldani, mert tudok még egy-két rögzítő programot, amik olcsóbbak is, és HD-ban tudnék azokból is videót készíteni, tehát FIFA 15 is lesz 2015-ben valószínűleg. Út az első osztályba sorozat mindenképpen lesz, sima klubcsapatokkal, mint a régi csatornámon volt a FIFA 13-ban, illetve Ultimate Team lesz még nem teljesen biztonsággal. Ezt a kettőt biztosíthatom, viszont szerintem nem lesz, mert 4:30-nál kéne jobb időt futni, és lehetséges, hogy most elcseszem. Hát nagyon rosszul vezettem, gyerekek. Nagyon-nagyon ezt elcsesztem. 10 másodperc alatt, kevesebb, mint 10 másodperc alatt, még 2 checkpoint nem lesz meg szerintem. És épp, hogy nem lett meg, érted. 4:32, ezt így csönds elcsesztem. Második lettem. Pretty good for a ghetto boy. Boss will be in touch. Elégedett? Nem csesztem el? 5:30-et kelled, vagy nem tudom. Minél második lettem, jó az. $4000, tökéletes. Mentünk is. Mert már fölkészültem arra, hogy ez mission failed. Na mindegy. Nézhetjük is akkor, hogyha lesz majd következő küldetés. Jelen most senkihez nem tudunk menni küldizni. Nagyon jó. Ó, nézzük, ki lesz az. Who the fuck is this? Hát ez meg ki a faszom. And I'll explain everything. And I mean everything. Can't you just tell me now? I guess not. Aha. Reméljük most már meg tudjuk ki ez a kérdőjeles fickó gépeltérítés. Nézzük. Hát sejtettem, hogy ez a faszkal a Torino lesz valamiért. Az autó, elnézést, itt kicsit csuklok, az autója volt az, ami kicsit föltűnt. Túlélte te át. Keresztes lova vagyok. Főnök, én vagyok. A KFT, én vagyok. It is not important which one. I will try. Fontos melyiknél. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency?
kids like you. You Jaj, gyerekek, véletlenül elnézést elnyomtam. Tényleg nem dél volt. Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Azt hiszem, tudom, melyik küldetés lesz ez. Annyit mondok, hogy nem a kedvencem. De nem túl nehéz. Azt is mindenképpen meg kell említeni. Hát elég könnyen lehet ezt a küldetést teljesíteni, hogyha igazából jól oda menjünk a jármű mögé. Vagy a jármű mellékkel. Slow time. Take it easy. Jó, nagyon furcsa, hogy a sima GTA-szenet lesz játszani. Ugye MTA minden föl van ilyen modolva. Téli textúra van, tehát esik a hó, mert minden. Hát elég érdekes így, na mindegy. Igyekszem nem a mikrofonba köhögni, de hát elnézést nem tudom megállni egyszerűen. Nincs rossz, amikor az ember meg van fázva. És akkor most... Ó, oh, be is segítenek nekünk! Most úgy látom. Menj már el innét! Takarodj! Na várjál. Hát ez hihetetlen. Miért nem ugrottál már föl? Anyádot! Gyerünk gyorsan! Az. Hát de... Ezt nem hiszem el, gyerekek. Hát rég ott voltam. Miért nem ugrasz föl, te szerencsétlen? Most meg menj már az utamból. Fial Pando. Várja a Sloss SDK-szban nálatok. Még tudom, hogy ez volt a menő. A bénaság. Bénagás. Ez az. Végre. Most kicsapja a csávót. Jó, én félre is jövök. Nyerünk szíz. Megállítalak titeket. Ne menjetek túl messzire. Ez az. Viszontlátásra. NPC karakter megöltük. Várjatok, én mindjárt én megfordulok. Így le. Jaj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 
Marilynét, kérem szépen. Így, mert így elég sok időt lövidítek le. Ne, hogy lehet. Nehogy lecsatlakozzon a izé. Ez a valami itt rajtunk, most semmit eszembe neve. Nem érdekel, hogy beadta az egyes, most már csáom. Jó, már is eltűnt a körülő, és ezt a küldetést nem szabad igazából elcseszni, mert... Hát eléggé könnyű maradjunk annyiban. Gyerünk, lenes, ez az. Garcia, jól van, most már össze fog jönni, reméljük jó sok pénzt kapunk, mert a pénz az kell igazából. You idiot! Meg is érkezünk a garázshoz. A zsekát még előtt elütjük a fakabátot. Az igen, kicsit megtörtük az elejét, meghúztuk, na mindegy, jó, az így. Reméljük. És küldetés teljesítve, please. Ez a $7000, hát... Lehetne több is, de hát... Nem baj. Szép rügy vigyük el, nem leszünk árulók. Vissza a jövőbe. És az az érdekes, hogy ezt nem veszeti senki, úgyhogy... Majdnem el is csapott, na nézzük. T-Bone, ugye? Vagy bocsánat, Torino. Torino tanyája. Hol van Torino tanyája? Ugyanott. Hát akkor jó van. Golden Gate Bridge fölé. A közelébe elmegyünk. Nem a piros hídon kéne átmenni, hanem itt, amelyiken jöttünk. Ez jó is lesz, azt a járművet a keleti Baxindroknál exportálhatod. Na, nézzük. Exportáltunk, ha már itt tartunk, ugye erre a küldetésre pont lemaradtatok.
amikor ide kellett jönnünk. Nézzük, mennyi pénzt kapnánk érte. Itt kellett ugye a darúval emelgetnünk. Ott egy moci is úgy látom, úgyhogy pont jó. Na, akkor exportálom. Hol van a jármű? Várjál, hogy kell exportálni? Ott van egy lista. Az addig jó. Mire rá van írva, hogy ezek az autók kellene, Patreon, Hát nem tudom, szóval kéne tenni. És így hirtelen. Jó, nem tesszük, letök mindig. A darúval kéne valamit csinálni, miért egyszer próbálom. Ott van az autó, igen, látom. Aha, így kell, ja. Várja, hogyan kell lefele? Már felejtettem igazából. Ja, a space-szel, igen. Shift, space. Oké, okay, shift, emeld. Space, és... Na mi van, nem adtam le? Ja, control. Sikeresen leszállítod ezt a járművet az exportra. Ó! Oh! 34.265 dollár! Hihetetlen, gyerekek! Kéne még Patriot, Buffalo, Sanchez, Sentinel, Street Infernus, Camper, Remington Admiral. Admirálból rengeteg van. Ennyi pénzt kapunk érte? Akkor én simán jövök ide exportálni még. 34.000 dollárt kaptam érte, hihetetlen. És egy energy van itt. Jaj, nem, most mindet érinteni kell, na mindjárt megnézzük. Nem, nincs ez most kedvem. Úgyhogy inkább hagyjuk. Én azt mondom. Menjünk ki innét, azt jó van, szó se tavaszik. Ha majd mindjárt érintem, nem? Na nézzük még, milyen járművet kéne hozni. Remington, Sanchez, Patriot, Street Infernus, Camper, Admiral. Igen, Admiral, mert Buffalo-t azt látom simán az utcán. Limo, az lett az én limo is előfordul egyszer-kétszer. Bár az nem olyan nagyon gyakori jármű. Sentinel azon, amivel még nem is nagyon találkoztunk szerintem. Nem tudom, Sentinel hol. Azt hittem már is Admirállal találkozunk. Admirál kéne, Admirál. Perennial az nem kell. Admirál. Hát igen, Admirál pedig más esetekben. Fú, te. Tehát Admirál más esetekben nagyon gyakori jármű egyébként itt San Fierro-ban. Rendőrautó. Hát nincsen, úgy látom. Néhány dollárt azért fölveszünk. 130 ezer, ó, nem semmi. Gazdagok vagyunk, gyerekek, gazdagok. Azért ezt az összeget való életben is elfogadnám. Szerintem nem csak én vagyok vele így. Még magyar forintban is elfogadnám. Csak úgy, ha 130 ezer azért ez. Abba azért kijönne lazán egy Overmedia. Nem is egy. Lazán egy PS4 is kijönne. Nincsen Admirál, még egy kicsit nézelődök. Azt vége lesz a résznek szerintem. De még szeretném ma föltölteni. Jó, nincs itt Admirál. Stritch! Ez az. Az is jó limó, ugye kell. Úgyhogy exportáljuk ezt is gyorsan.
ezt a járművet a keleti basszindokoknál exportálhatod, így van, visszük is. Reméljük ezért is olyan jó összeget kapunk, mint az előbb a... Mit autót vittünk mi az előbb le? Fletzert, vagy... Á, most így nem tudom értem, hogy hogyan ejtsük. Hát igen. Az elég gyakori jármű. Hoppa, hoppa, hoppa. Kicsit megtörtük. Ah, screw you! T-Bone emberei. Eléggé ködös időnk van. Nem szeretem nagyon ezt az időjárásban, mondom őszintén nem. Jó, és akkor ennyi lesz a rész szerintem, ezt még beimportáljuk gyorsan. Vagy exportáljuk, elnézést, és akkor következő részben szerintem meg fogjuk még ezt a maradék autót is keresni, amit megtalálunk. Aztán akkor azokat is leadjuk. Nézzük, hol van a Streets. Ott van len. Na, egy kicsit jobbra. Hát, nem jó. Így. Meg is emeljük szépen. Jaj, rossz gombot nyomtam. Húha! Ne, föl fog robbanni. És elcsesztük. Azt a jó édes anyukáját ennek a... autónak. És jön a tűzoltókocsi, gyerekek, hát... Hát jó, megmenekülünk, tehát... Nem kell itt most autó miatt szarakodni. Nem tudom, ki hívta mondjuk ki őket. De oké. Szevasz, tesa! Én vagyok az új kolléga. Azt hitted mi? Ilyen kutyákkal nem foglalkozunk. Easter Basin. Na mindegy, ez nem sikerült. Majd lesz még izé. Ez a Remington, nem? Nem. A Remington azt majd így hirtelen videón kívül Google képeket megnézem, mert így most hirtelen nem tudom, hogy melyik jármű az. Nem nagyon rémlik. Admirális jöhette át akkor a következő részre. Nézzük, melyik a keményebb. Hát azt nem gondoltam volna, hogy a piros villamos eltoljon, mindegy. Ennyi lett volna már a GTA San Andreas. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá a tetszik gombra, és iratkozz fel a csatornámra. Legyetek jók! Sziasztok!